Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.splusstudio.hu. Megemlékezés. Napi 3 ember hal meg a magyar utakon. Ők az internet új kedvencei, újabb páros népszerűsíti a rendőri hivatást. Lehetőség, fogalmazót és bírósági titkát keresnek a szexádi járásbíróságra. Ünnepi programok, kiváló előadók színesítik a Városnap és augusztus 20-a programját. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 1990 óta harmadára csökkent azoknak a száma, akik autóbalesetben haltak meg. Ennek oka a technológiai fejlődésen túl az is, hogy jobban betartják a szabályokat az emberek. Ennek ellenére azért még mindig 600 fölötti a halálos balesetek száma éves szinten. A legtöbbször azért következik be a tragédia, mert túl gyorsan hajt a sofőr, vagy nem használja a biztonsági övet, hangzott el a Bartal emlékműnél tartott megemlékezésen Kölesden. Egy benzinkút reklámtáblájának csapódott és meghalt egy motoros alig néhány héttel ezelőtt Zombán. A helyszíni intézkedés során kiderült, hogy a motoros a tragédia előtt több autót előzött meg egy keréken haladva felfelé egy emelkedőn, mielőtt elvesztette uralmát a jármű fölött. Ezen kívül még két halálos baleset történt Tolna megyében az idén, ami jóval kedvezőbb adat, mint a 2018-as, mondta Megyeri Zsolt, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője a Bartal emlékműnél, ahol a közúti balesetben elhunytakra emlékeztek. Az összbaleset szám az 20%-kal csökkent közel, a halálos balesetek száma 70%-kal, a súlyos sérüléses balesetek száma közel 40%-kal, illetve a könnyű sérüléses balesetek száma 10%-kal, és ugye még van egy mutatónk, ami az ittasan okozott baleseteket méri, abban is csökkenés tapasztalható. Nincs garancia arra, hogy az, aki elindult otthonról, épségben haza is ér, mondta Jámbor István, az Országos Rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője. A szakember jelentős eredménynek nevezte, hogy közel 30 év alatt harmadára csökkent a halálos autóbalesetek száma országos szinten, de hozzátette, még mindig több mint 600 ember hal meg az utakon évente. A tragédiák hátterében legtöbbször a gyorshajtás, figyelmetlenség, valamint a biztonsági öv használatának mellőzése áll. A szakember úgy látja, jóval nehezebb egy kialakult személyiséget, egy 20 éves fiatalembert szabálykövető magatartásra sarkalni, mint egy gyereket. Ezért van nagy szerepük a szülőknek abban, hogy milyen példát mutatnak gyermekeiknek a közlekedés során. Fontos a szülői példamutatás, fontos, hogy a környezet milyen mintát mutat fel, hiszen egy gyermek ezt veszi magához, e szerint fog eljárni. Ő nem azt nézi, hogy mit ír elő a jogszabály, azt látja, hogy a felnőttek, a szülei miként viselkednek, hogy bekapcsolják-e a biztonságot vagy sem, hogy hogyan viszonyulnak a többi közlekedőhöz. Idén eddig 18%-kal kevesebben haltak meg az utakon országos szinten, mint tavaly 7 hónap alatt. Újabb Tolna megyei rendőrpáros az internet kedvence. Boros Erika rendőrszázados és Herbert Tamás rendőrfőtörzs őrmester között több mint 40 cm a különbség. A 160 cm magas nő és a 203 cm magas fiatalember korábban többször járőrözött együtt. Azt mondják, számos előnyük származott eddig magasságukból munkájuk során. Megnyugtató, hogy ott van egy ekkora ember. Ezt mondja korábbi járőrtársáról Boros Erika, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály forgalom ellenőrzési alosztályának fő előadója. Közte és Herbert Tamás rendőrfőtörzs őrmester között jelentős magasságkülönbség van. Erika 160 cm magas, Tamás pedig 203 cm magasra nőtt. Így sokszor megütközést keltettek, ha együtt jelentek meg az utakon, ám most egy fényképnek köszönhetően éppen ezzel váltak népszerűvé az interneten. Én 99-ben szereltem fel, 2015-ig közterületi szolgálatot láttam el, utána lediplomáztam, és most már főelőadó vagyok, többnyire irodában, de amikor tehetem, akkor utcára megyek. Tamásra szoktunk együtt dolgozni, volt egy időszak, hogy járőrtársak is voltunk, de most, hogy tiszt vagyok, attól függetlenül, hogyha van lehetőség az utcára menni dolgozni, akkor szoktunk együtt, igen.
Herbert Tamás azt mondja, a rendőrség sajtós munkatársa kérte meg, hogy álljon kamera elé, ő azonnal igent mondott, arra azonban nem számított, hogy a közöttük levő 40 cm magasságkülönbséget illusztráló közösségi oldalra feltett képük ekkora népszerűségnek örvend majd. A rendőrségnél 2004 óta dolgozó Tamás tehát, ahogy eddigi pályafutása során is, mindig előnyt kovácsolt szokatlanul magas termetéből. A rendőrségnél is így van, bár az autóba való ki- és beszállás nem megy könnyen, mondja. A hatóság rendőrségi pályafutást népszerűsítő kampánya igen sikeresnek mondható. A közösségi oldalon rengeteg lájkot kapott Tolna megye legalacsonyabb és legmagasabb forgalom ellenőrzési rendőrpárosa. Hamis volt az a 41 ezer üvegnél is több parfüm, az a 16 ezer napszemüveg és az a csak nem 5 ezer kozmetikai termék, amit a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai egy budapesti raktár épületben foglaltak le. A jogtulajdonosoknak okozott kár csak nem eléri az 1 milliárd forintot. Muzsik Szilvia, a NAV Tolna megyei szóvivője kiemelte, a hamisított termékek kiszűrése a piacról azért is fontos, mert azok nem csak a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős károk, hanem a vásárlókra nézve is magas egészségügyi kockázatot jelenthetnek. A NAV munkatársai a hamis árukat lefoglalták, és iparvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak. Fogalmazót és bírósági titkát keresnek a szekszárdi járásbíróságra. Ezek az állások tökéletesek a már végzett jogászoknak ahhoz, hogy felkészüljenek a szakvizsgájukra. A bíróságon ugyanis valamennyi ügyszakra rálátást nyernek, ellentétben azzal, ha például a közigazgatásban helyezkednek el. Egy bírósági határozatot ír György Anna Mária, ő már túl van a jogi szakvizsgáján, erre volt szüksége ahhoz, hogy bírósági titkárként dolgozhasson. A szekszárdi járásbíróságon így közel annyit keres, mint egy bíró. Azt mondja, a szakvizsga megszerzésében nagy segítséget jelentett neki, hogy korábban ugyanígy dolgozott fogalmazóként. Sokkal könnyebb volt, mert sokkal inkább beleláttam minden ügyszakba, büntetőbe, polgárba és a munkajukba is, mert ugye minden ügyszakban töltünk gyakorlatot, míg hogyha valaki végig a közigazgatásba dolgozik, akkor sokkal nehezebben készül föl szerintem egy büntetőjogi szakvizsgára, tehát a szakvizsgára felkészülés nagyban segítette. Kis Anna Mária most teljesíti a szabályok szerint legalább 3 éven át tartó fogalmazói gyakorlatát, és közben készül a szakvizsgájára, korábban dolgozott a közigazgatásban is. Ő is azt mondja, hogy itt a bíróságon szerzett tapasztalatokkal sokkal könnyebb felkészülnie, mint a korábbi munkahelyén. Én az egyetemi éveim során a kötelező gyakorlatomat is a bíróságon töltöttem, legalábbis annak egy részét, illetve az egyetem lehetőséget biztosított arra, hogy tárgyalásokat látogassunk. Így nekem már ott körvonalazódott a gondolat, hogy ha megszerzem a diplomát és lehetőségem lesz rá, akkor a továbbiakban a bíróságon szeretnék dolgozni. A szekszárdi járásbíróságra most fogalmazott és bírósági titkárt is keresnek. Elsősorban olyan már jogi diplomát szerzett fiatalokat várnak, akik a szakvizsgájukra akarnak felkészülni. Az Országos Bírósági Hivatal rendkívül sok külföldi ösztöndíjat biztosít, lehetőséget biztosít a pályázóknak. Itt a szekszárdi törvényszéken is sok kolléga vesz részt, illetve vett részt már külföldi ösztöndíjban, tanulmányútban, az Európai Unió számos országában lehet pályázni. A bírósági állásokra augusztus 23-áig lehet pályázatot benyújtani. A feltételek részletes leírása és a szükséges nyomtatványok a szekszárdi törvényszék internetes oldalán találhatóak meg. Évente 1 milliárd forintos bevételt hoz a Magyar Országos Horgász Szövetségnek, hogy az idei évtől az állami horgászjegyek és fogási naplók díjai teljes egészében a szövetséget illetik meg a közfeladat ellátási szerződésben foglaltak szerint. A szövetség a jogszabályokban és a közfeladat ellátási szerződésben meghatározott feladatok ellátására fordítja a megkapott forrásokat. Az adatok szerint az 1960-as évek 50 ezres létszáma már a megtisztereződött, jelenleg több mint 528 ezer nyilvántartott horgász van Magyarországon. A horgászati és horgászturisztikai szektor a családtagokkal együtt 1 millió embert érint.
Erős keresletre számítanak a magyar almatermelők, mivel az idei termés a 600-650 ezer tonnát kitevő több éves átlagmennyiségtől várhatóan gyengébb, mintegy 450-500 ezer tonna lehet majd, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A termésmennyiségből majdnem 100-150 ezer tonna alma étkezési minőségű lesz, míg mintegy 350 ezer tonna alma a feldolgozóiparhoz kerül. Szakemberek azonban azt valószínűsítik, hogy az idei mennyiség is fedezi majd a belföldi étkezési célú fogyasztási igényeket, amely Magyarországon fejenként és évente 12-15 kg. Szigorúbbak az átjelentkezés feltételei az önkormányzati választáson, mint a többi voksolás esetében. A választópolgár nem jelentkezhet át tetszőleges magyarországi településre, csak arra, ahol a választás kitűzése előtt 30 nappal már tartózkodási helyet létesített. A választópolgárnak a lakhelye szerinti települési jegyzőjétől kell kérnie, hogy választójogát a tartózkodási helye szerinti településen gyakorolhassa. A kérelmet október 9-én 16 óráig lehet benyújtani. Eddig közel 500 választópolgár jelentkezett át. Ünnepi misek, koszorúzás, koncertek, térzene. A Szent István nap és az azt követő városnapja érdekes, színes programokat kínál majd Szekszárdon. Augusztus 20 és 25-e között két rendezvény is zajlik majd Szekszárdon. Szent István napjának reggelén ünnepi istentisztelettel indul az új kenyér ünnepe, és 10 órától kerül sor a hivatalos ünnepi programra a Babics Kulturális Központ előtt álló Szent István szobornál. 10 órakor Ács Rezső polgármester úr ünnepi köszöntőjét hallhatják, és aztán pedig megkoszorúzzuk Szent István királyunk szobrát, és aztán ezt követően a Béla király téren egész nap népi virgonckodó játszóházzal várjuk a kedves érdeklődőket, ez nagyon kedvelik a családok és a gyermekek. Aztán pedig készülünk az esti nagy koncertre, hiszen Geszti Péter egy hatalmas nagy koncertet fog adni, nagyon látványos, nagyon izgalmas, és egy véleményem szerint egy fantasztikus koncert elé nézünk majd itt az esti órákban 21 órától. Természetesen nem marad el a szokásos tűzijáték sem. Pece Balázs és Zsófia is vendége volt a tavalyi városnapi rendezvénynek, ahová a szokásoknak megfelelően hazaétérnek az elszármazott fellépők. A hosszú hétvége után pár nappal újra megpesdül a város, hiszen Szekszárd városnapját ünnepli. A szokásoknak megfelelően ismét számos civil kulturális egyesület lép majd színpadra, a Szekszárdi Jazz Quartettől a Bartinán keresztül a Mystery Gangig. Lehetőség szerint olyan fellépőket, olyan közreműködőket, olyan csoportokat hívjunk, akik szekszárdiak, Szekszárdon élik a mindennapjaikat, vagy Szekszárdról elszármaztak, és valami nagyot alkottak az előadó művészi és a művészi életbe. Én azt gondolom, hogy eddig jól eleget tudtunk ennek tenni. Az idei évben azért a nagy fellépők között vannak olyanok, akiknek még nincsen szekszárdi kötődése, de lehet, hogy a koncert végére kiderül, hogy van. De természetesen viccet félretéve a két napnak a programja az azért úgy áll össze, hogy 90%-ban szekszárdi kötődésű fellépőkből áll. A részletes programoktól tájékoztatást kaphatnak a Babics Kulturális Központ honlapján. Regionális híreink következnek. Modern autóbusz telephely Kaposváron, 5,6 milliárdos beruházás a Somogyi megyeszékhelyen. Pécsen fogták el a mohácsi gyilkost, konyhai eszközzel ütötte fejbe édesanyját, aki belehalt a sérülésbe. A félmilliomodik utast köszöntötték, idén is népszerűek a balatoni hajójáratok. Átadták a 40 darab sűrített földgázhajtású autóbusz komplex telephelyét Kaposváron. A beruházás a Modern Városok program részeként közel 5,6 milliárd forintból valósult meg a Somogyi megyeszékhely Cseri város részében, ahol több fejlesztés is történt az elmúlt időszakban. Épül a 67-es út, a közlekedési központ, az okos park és a színház is, sorolta a Kaposvárt érintő fejlesztéseket Szita Károly polgármester. Mint elhangzott, a város a busztelephely átadásával egy újabb mérföldkőhöz érkezett. Nem egészen 4 esztendővel ezelőtt lehetőségünk nyílt arra, hogy a korszerűtlen és előregedett járműparkunkat vadonatúj, környezetbarát és akadálymentesített, sűrített földgázzal működő buszokból álló új flottára cseréljük le.
Alig másfél évvel később pedig már leraktuk ennek a létesítménynek is az alapkövét, hogy Európa egyik legkorszerűbb bruszfottájának egy világszínvonal autóbusztelephely és szerviz nyújthasson szolgálatot. Magyarország gazdasági szempontból erős lábakon áll és olyan fejlődési pályán halad, amelynek köszönhetően a kormány célzott támogatásokat tud nyújtani a magyar emberek és a települések számára. Ezt már Gyopáros Alpár Ádám, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos mondta a kaposvári beruházás átadóján. Mint hozzátette, a kormányzat számára fontos értékek visszaköszönnek a 2020-as magyar költségvetés kiemelt témái között is. A polgári kormány a magyar családokra kívánja a jövőt építeni. Ezért a családvédelmi akciótervre, a fiatalok gyermekvállalásának segítésére jelentős összegeket különített el. És ugyanez igaz a magyar gazdaság támogatására, amelyet saját lábon állva, a vállalkozásainkat ösztönözve, egyszerűbb adópolitikával szeretnénk továbbra is segíteni. A harmadik fontos pillér pedig a vidéki Magyarország támogatása, amely megérdemli, hogy szinte fél évszázados tévút után a központi költségvetés figyelmének központjába kerüljön. A 2015-ben indult Modern Városok programban 4000 milliárd forint áll rendelkezésre. Ebből az összegből 189 milliárd forint értékben fejleszthet Kaposvár a Németh István programban. Mint azt Szita Károly kiemelte, a beruházások célja, hogy a helyi emberek jobban élhessenek. Hozzátette, a Cserben a busztelephely átadása mellett több beruházás is megvalósult a közelmúltban. Átadták a készeléti rendőrség épületét, az új orvosi rendelőt, de egy új játszótér és kutyafutat is létesül, így új lendületet és funkciókat kap a városrész. A csütörtökön átadott busztelephely közel 5,6 milliárd forintból, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg Kaposváron. Megölte édesanyját Mohácson, majd Pécsre menekült az a férfi, akit a baranyai rendőrök fogtak el. Az 50 éves gyanúsított kihallgatásán elismerte tettét. Az idősnő halálát egy tompa tárgyal okozták, feltehetően egy serpenyővel vágta fejbe a fia, akinek kezdeményezték előzetes letartóztatását. Forduljon át hasra! Törvény nevében meg fogom bírni, cserélegetette? Így fogták el a mohácsi gyilkosság gyanúsítottját szerda a kora délután. Az akcióról a rendőrség készített videót. Az esetről úgy szerzett tudomást a rendőrség, hogy egy nő telefonált, mert nem jött el az ismerőse a megbeszélt találkozóra. Ez pedig még sohasem fordult elő. A kollégáim kimentek a mohácsi lakcímre, és a tűzoltók segítségével bejutottak a házba, ahol az egyik szobában megtalálták a 76 éves nő holttestét. A helyszíni szemle során megállapították, hogy a nő halálát idegenkezőség okozta, az igazságügyi orvos szakértői vélemény alapján pedig kiderült az is, hogy egy tompa ütést mértek a fejére. Itt a mohácsi Borza utcában történt a gyilkosság. Úgy tudjuk, hogy egy konyhai eszközzel, feltehetőleg egy serpenyővel vágták fejbe a 76 éves idős nőt. Ő az 50 éves fiával lakott együtt, de nem találták a helyszínen. Ezért ráterelődött a gyanú és keresni kezdték. Végül Pécsen a Szigeti Városrész egyik szállásadó helyén ütöttek rajta a rendőrök. Előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi részletes beismerő vallomást tett. Ellene emberölés miatt indított nyomozást a Baranya megyei rendőrfőkapitányság. Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Információink szerint a férfi Németországban szerzett doktorátust korábban. Hazatelepülve mohácsi édesanyjához költözött. Állítólag nem dolgozott, pszichés zavarokkal küzdött. Édesanyja megölése után menekült Pécsre, ahol szobát vett ki. Itt fogták el a rendőrök a büntény elkövetése utáni napon, szerdán. Megtévesztő és félrevezeti a választókat a Mindenki Pécsért jelölő listája, ezért fellebbezést nyújt be az Összefogás Pécsért Egyesület a Nemzeti Választási Irodához. Kővári János azt mondja, a programnév szintén az ő elnevezésükre hajaz, szerinte a baloldali Összefogás fedőnevet használva meg akarja téveszteni a szavazókat, így pedig megakadályozza, hogy a választópolgárok valódi akarata érvényesüljön majd az önkormányzati választáson. Fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az Összefogás Pécsért Egyesület, jelentették be csütörtök délután. A Mindenki Pécsért jelölésével vannak kifogásai az ÖP-nek. Sérelmezzük azt, hogy ez az egyesület gyakorlatilag egyrészt az Összefogás Pécsért Egyesület nevéhez rendkívül hasonló nevű egyesülettel szintén megjelenik politikai szereplőként és egy másik politikai riválisként.
ez már önmagában is a választók megtévesztésére alkalmas lehet. De nem csak ez, hanem a programjuk elnevezése is megtévesztő, mondja Kővári. A napokban azt is tapasztaltuk, hogy az egy hónappal ezelőtt bejelentett Megújulás Pécsért programunknak megfelelően azonos nevű Megújuló Városért programot nevesített a minap Péter Fi Attila, ami már-már azt a látszatot keltheti a pécsi választókban, hogy az Összefogás Pécsért meg a Mindenki Pécsért az ugyanaz, vagy netán együtt indulnának, ami nyilvánvalóan nem így van. A politikus szerint szintén megtévesztő, hogy a jelöltjeik neve mellett nem szerepelnek azok a pártnevek, amelyeknek tagjai, vezetői a baloldali összefogás jelöltjei. Így például Kunst Márta neve mellett nem tüntetik fel, hogy a Demokratikus Koalíció városi vezetője, vagy Nyűgéri Lajosnál sem szerepel az MSZP neve, de Ágoston Andreáról sem derül ki, hogy a liberális párt pécsi elnöke. Ez szintén megtévesztő és félrevezeti a választópolgárokat, mondja az ÖPE politikusa. A most benyújtott fellebezésükről 3-4 nap alatt dönthet a Nemzeti Választási Bizottság. Nagy Boldogasszony napján Szent Misén áldották meg a felújított Andocsi templomot, a több mint 300 éves épületet közel 400 millió forint állami támogatásból rekonstruálták. Magyarország királya, ünnepi misén szentelték fel a megújult Nagy Boldogasszony templomot Andocson, a munkálatok során rekonstruálták az épület tetőszerkezetét, valamint a plébániát. Emellett egy impozáns főteret is kialakítottak Andocs központjában. Évente több ezer turista látogat el a somogyi településre, számukra zarándokszállásokat is kialakítottak. A maga a templom szempontjából jelentős, hetente 4-5, de búcsús időszakban, illetve nyári időszakban akár 10-15 busznyi zarándok is érkezik. Nem csak Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencében folynak templomfelújítási munkálatok. Ez azért is fontos, mert Európában egy hatalmas küzdelem zajlik a kereszténység megtartásáért. Erről beszélt Soltész Miklós államtitkár Andocson. A küzdelem a kereszténység megőrzésért, azért a kultúráért, amit 2000 év óta itt tapasztalunk ezen a földrészen, és azt is látjuk, hogy akár az iszlám részéről, akár pedig egy liberális világfelfogás részéről ezt próbálják teljes mértékben háttérbe szorítani, vagy akár el is tüntetni. És ezért sem mindegy, hogy akár itt Magyarországon, akár a közép-európai térségben megpróbálunk segíteni azoknak a keresztény felekezeteknek, egyházaknak, most itt Andocson a katolikus egyháznak, akik hitet megőrzik. Andocs mindig is fontos volt Somogy megye és az itt élők számára. Ezt már Bíró Norbert, a Somogy megyei közgyűlés elnöke mondta. 2010-ben örökségünk Somogyország kincsével már kitüntette az Andocsi kegyhelyet a Somogy megye közgyűlése, és nagy öröm most itt lennem, és látnom, hogy az andocsiak és a katolikus egyház nem felejtett el, és azóta is tovább szépíti, bővíti ezt a gyönyörű búcsújáróhelyet. A kormány összesen mintegy 400 millió forintot fordított az egykori ferences kolostor felújítására. A félmilliómodik hajóutast köszöntötték a badacsonyi kikötőben a Balatoni Hajózási ZRT munkatársai. A szerencsés család 50 ezer forint értékű nyereménnyel gazdagodott. A társaság vezetése elégedett az idei szezonnal, bár a csapadékos tavaszi időjárás miatt 5%-kal csökkent a forgalom. Tapsot kérnék akkor az úriembernek és a gyermekeknek. Sorsolással döntötték el a Balatoni Hajózási ZRT munkatársai, hogy ki lesz az a szerencsés nyertes, akit megajándékoznak abból az alkalomból, hogy a társaság idén is elérte és meg is haladta menetrendi hajózás tekintetében az 500 ezredik utast. A tatai család Balatonbogláról érkezett az északi partra, amelyet minden alkalommal hajóval tesznek meg, ha a Balatonnál járnak. A nyeremény azonban meglepte őket. A belépéskor kaptunk egy tombolát, és hát ez lett a végeredménye. De gondolom örülnek neki? Természetesen. A menetrendi hajózás az idén is nagyon népszerű a turisták körében. Ennek ellenére a tavalyi számokkal összehasonlítva 5%-kal kevesebben utaztak idáig a személyhajókon, mint 2018-ban. Ennek oka elsősorban az időjárásban keresendő.
2018-ban megdőltek a rekordok a komp közlekedésben is. Több mint 1.200.000 utast szállítottak a hajózás kompjai az év végéig Szántód és Tihanyrév között. A társaság vezérigazgatója szerint ez a szám az idén is teljesíthető lesz, de egyre népszerűbbek a programhajók is a Balatonnál. A menetrendi hajózás nagyságrendileg 500.000 utasa mellett több mint 200.000 fő egyéb hajószolgáltatásokat vesz igénybe. Sétahajózást, élményhajózást, programhajózást, gyorshajózást és így tovább. Ez ugye több mint 200.000 fő, tehát egy nagyon jelentékeny arány, úgyhogy erre a szegmensre is kiemelt figyelmet fordítunk, és az látszik, hogy ez a szegmens egyébként a menetrendi hajózásnál dinamikusabban nő évről évre. Itt az elmúlt 3-4 év során több mint 30%-os növekedésről számolhatunk be. Egészen október 23-áig várják a pihenni vágyókat különböző programhajókkal a főszezon után is a Balatonnál. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Megemlékezés, napi 3 ember hal meg a magyar utakon. Ők az internet új kedvencei, újabb páros népszerűsíti a rendőri hivatást. Lehetőség, fogalmazót és bírósági titkát keresnek a szekszárdi járásbíróságra. Ünnepi programok, kiváló előadók színesítik a Városnap és augusztus 20-a programját. A hétvégén változékony idő valószínű, csapadék nem várható. Fokozódik a nappali felmelegedés, a jövő hét elején a napsütésé lesz a főszerep. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Viszontlátásra!